Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a mai videóban egy teória lesz a Loki harmadik részével kapcsolatban, ugyanis nagyon sok érdekes kérdést és teóriát vetett fel, és arra gondoltam, hogy innentől kezdve minden rész után az ilyen teóriákról érkezni fognak videók, ugyanis hát elég sok idő telik el idézőjelbe két rész közt. Ameddig nem jelenik meg az új rész, addig el tudod ütni az időt a World of Warships-el. Ez egy mindenki számára elérhető játék, legyél akár PC-s vagy konzolos, minden platformon együtt tudsz játszani a barátaiddal. Több mint 600 különböző hiteles történelmi hajó van a játékban, 13 nemzet zászlaj alá besorolva. Valóságos grafika és játékélmény, nagyszabású csaták, dinamikus pályák, amelyek változtatják az időjárást mérkőzések közben is. Amennyiben, hogyha most a leírásban lévő linken regisztrálsz, jogosultá válsz egy 25 euró értékű csomagra, ami 500 dublont, 2 millió kreditet, egy tökéletes Tier 4-es hajót, 7 nap prémiumot és 6 skill commander pontot tartalmaz. Ilyen értékű ajándékokkal minimum egy próbát megér a játék. Több teóriát is bevezetett a harmadik rész, az első ilyen teória percikéhez kötődik. Ugye ő már az első részben is egy elég érdekes és nagyon furcsa karakter volt, itt a harmadik részben pedig eléggé elmélyítették az ő karakterét és a motivációit is. Ugye tudjuk, hogy Percike a Megmaradó után az egyik legbefolyásosabb, sőt a második legbefolyásosabb szereplő a TVA-ben, és ő is az elejétől kezdve az idők végén lakik, ott, ahol a Megmaradó, tehát időtlen idők óta a Megmaradónak és a Megmaradóval dolgozik. A harmadik rész végén visszakerülnek ide, csak hogy előtte láttuk, hogy ő végig szerelmes volt belé, Victor Timely-be, illetve a Megmaradó. És mindvégig vágyott egy testre, hogy a barátnője lehessen. Nos, ezt Victor Timely-nek elmondta, aki, mint ahogy látjuk, Renslayer-rel is nagyon jó kapcsolatot ápol, és főként ez zavart a Percikét, ez miatt lett féltékeny, és a rész során ugye Renslayer ellen is fordul. A második évad első részében megtudtuk, hogy a képregényekhez hasonlóan Ravonna szoros kapcsolatot ápolt a Megmaradóval, illetve a képregényekben a Hódítóval, de itt a Megmaradóval. Segített neki lezárni a multiverzális háborút, és segített létrehozni a TVA-t is, azaz mondhatjuk, hogy ők ketten alkották meg ezt a helyet. Percike ezt is tudta jól, ezért is lehetett még jobban féltékeny rá, hogy újra elkezdtek közeledni egymáshoz, nyilván most Victor Timely-vel. Viszont jogosan merül fel a kérdés, hogy ha Ravonna alapító tag, akkor hogy nem emlékezett Kangre, mert szerintem az biztos, hogy Kang az ő elméjét nem akarhatta törölni, hiszen hát ők ketten zárták le a multiverzális háborút, így én ennek nem látom értelmét. A többi ott dolgozó elméjét ugye ő törölte, és rejtette el magát előlük. Mi van, hogyha Ravonna ez alól kivétel volt? Mi van, hogyha Ravonna emlékeit Percike törölte? Lehet, hogy Kang és Ravonna nem voltak együtt, de Percike féltékeny lehetett, a Megmaradó biztos, hogy vele is nagyon szoros kapcsolatot ápolt, ezért féltékenységből az ő elméjét is törölte, hogy ne emlékezzen rá. És ugye úgy is volt vége a harmadik résznek, hogy Percike azt mondta Ravonnának, hogy a múltjáról akar elmondani valamit, és mi van, hogyha ezt akarja neki elmondani, hogy ő is alapító tag volt, és hogy esetleg volt kapcsolata is a Megmaradóval. Sőt, biztos, hogy ezt akarja elmondani, itt a kérdés már csak az, hogy Ravonna erre miért nem emlékezett, tehát neki is a Megmaradó törölte az elméjét, vagy akár Percike állhat ennek a hátterében. Minden bizonnyal szerintem az is kiderült, hogy a sorozatnak, illetve az évadnak a főgonosza az Percike lesz, és talán még Ravonna is. Én nem gondolnám egyelőre, hogy Victor Timely lesz itt a főgonosz. Ő egyelőre úgy néz ki, hogy Loki-ék oldalánál. Nyilván más kérdés, hogy ők most pontosan mit akarnak, illetve tudjuk, hogy a TV-t akarják helyre rakni, viszont a TV-nek meg le kell nyesni az elágazásokat. Hogyha ez nem történik meg, akkor a multiverzumban katasztrófa lesz. Tehát, hogyha ilyen szemszögből nézzük, akkor Loki-ék sem hősök feltétlenül, inkább az életeket akarják menteni, csak hogy ez a multiverzum pusztulásához vezethet. Itt van a többi TVA dolgozó, akik meg azért harcolnak, hogy lenyessék ezeket a leágazásokat és rendbe rakják a multiverzumot. Ugye ők is egyfajta gonoszok lesznek, viszont itt van egy harmadik oldal, Percikék, akik nyilván főként Percike az, aki bosszút akar állni Victor Timely-n, ugyanis hát én úgy vettem le, hogy nagyon megsértődik. Szóval igazából ez ennyi, kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről, vagy hogy szerintetek mi lesz. És ne felejtjétek, hogyha szeretnétek elütni valamivel az időt a negyedik részig, akkor a World of Warships-re tökéletes lehetőség, és ha regisztráltok, azáltal az én munkásságomat is támogatjátok. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, további szép napot, sziasztok!